Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, hogy a felirat is mutatja, egy random programot szeretnék bemutatni, egy véletlenül kiválasztott, éppen jelenleg általam nagyon megkedvelt kis programocskát, az Annotatort. Ez nagyjából jegyzetelő programocska, képekre tudunk jegyzetelni, azaz feliratozni nyilacskával, egyébbel ellátni a honlapjuk, illetve GitHub oldaluk. Azt mondja, hogy bizony, ők egy nagyon jó kis programocskák, ahogy mutatja, nyíl, nagyítás, kis téglalap, felirat, csillagocska, ilyesmire alkalmatos, érdemes elolvasni, hogy mit tud, gyakorlatilag Debian alatt össze kell állítani, illetve van PPA-juk is, amiről le tudod tölteni, illetve installálni, Arch alatt természetesen Aur csomagban, azt fel tudjuk telepíteni, illetve elméletileg van Flatpak csomag is. Azért mondom, hogy elméletileg, mert ezt nem próbáltam ki, natívan egy telepítettem, nagyon egyszerűen pár másodperc alatt Arch alapú rendszerre felmegy. A program indítása után már az első kellemes dolog rögtön előkerül, az egyik nyilván, hogy meg tudod nyitni az adott fájlt, amit szerkeszteni szeretnél, illetve tudod a vágólapon lévő képet is behívni a programba. A következő lépés természetesen a megnyitás, megnyitunk egy képet, Opennel, azt hiszem nem egy nagy dolog, egy kis madárkát hoztam példának, gyakorlatilag lehet látni, hogy egy picit nagyobb, mint a mező, amibe elfér, egy kicsit tudod mozgatni, illetve itt tudod méretezni, össze is tudod nyomni, hogy minden látszódjon. A következő lépés, nyilat rajzolunk, a nyilacska egyértelmű, oda teszed, ahol szeretnéd, éppen pirosra van beállítva, ide fordítom, hogy lásd, mindenképp egy kicsit nagyítok, figyelj rá, itt azért több fogó van, tehát nem egy egyszerű kis nyilacskát mozgatsz, hanem azért elég csúnyává is tudod tenni a nyilat, praktikus dolog. A külső, illetve belső színeket be tudod állítani értelemszerűen, tehát arra állítod, amilyenre akarod, át tudod állítani, hát ez a piros oda nem, de inkább sárga legyen, és akkor sárga lesz. A vonal vastagságát is állogathatod, nem nagy lépcsőkbe, sajnálatosan 4 darab vastagságú van, illetve 3 típusú van, azt hiszem egyértelmű. A következő rajzeszközök, van egy téglalap, kitöltött, ki nem töltött, kör, kitöltött, ki nem töltött, csillag, ugyanúgy, és van egy ilyen vonal. A vonal vastagsága nem a legkényelmesebben állítható, bevallom őszintén, lehetne ennél finomabb eszköz is, gyakorlatilag arra, amire, hát hogy is mondjam, szoktam használni, aláhúzni valamit, teljesen megfelelő. A következő egy kedvesség, illetve kellemesség, igazából nem sokat használtam, de megvan a helye, kis ábrákat tudsz elhelyezni, az ábrák között van hasznos is, illetve kevésbé hasznos is, rákattintunk, és megjelenik az ábrácska, nyilván nagyítani is tudod, nem egy olyan dolog, ami mindennapos, használható. Nem izgalmatos számomra, a következő a szokásos számolóeszköz, azaz be tudod számozni azokat a helyeket, amire te hivatkozol, azaz, hogyha szeretnéd elmondani a gyerekeknek, akárkinek, hogy az egyes a csőre, a kettes a farkincája, és hármas, ha oda tenném, a lába teljesen jó. Azt hiszem, ez elég hasznos, hogyha képet, magyarázó képet készítesz. Eddig nincs benne semmi olyasmi, ami kiemelni a többi közül. Kényelmesen használható, gyors és biztonságosan dolgozik. Egy jó 3-4 hónapja használom, gyakorlatilag egyszer se sikerült. Összeomlasztanom, kényelmes. Következő dolog, hát rákattintottunk, és azt mondja, hogy rajzeszköz, hát rajzolgatni tudsz. Itt is ugyanabban kellemetlen helyzetben vagyunk, hogy a vonal vastagsága lehet 4 darab. Elegendő. Hozzáteszem, elegendő. Gyakorlatilag jobb lenne, hogyha ezt mondjuk pixelbe, százalékba, vagy egyébbe tudnád állítani, gondolom az egyszerű kezelhetőség miatt hozták. A következő, ami egy kicsit érdekesebb lehet, a szöveg része. A szokásos vastagító dőlt aláhúzott, áthúzotton kívül kódot be tudsz illeszteni, ami nagyjából formázott, illetve alsó-felső indexet is tudsz használni. Kényelmes, tegyük hozzá, ez az alsó-felső index nem feltétlenül szükséges, de sok esetben nagyon jól jön, hogy egy picit több a szerkesztési lehetőséget, választás, színválasztás, illetve az A betűre rákattintunk, a kiemelő szín, illetve a betűszint tudod beállítani, ami fontos, ne ezen a panelon keresd, hanem itt keresd meg,
a betű típust, illetve a betű méretnek az állítási lehetőségét. Kényelmes, kényelmes vagy kényelmetlen, mindenki el tudja dönteni. Az írás önmagában nagyon egyszerű, nem kell túlzásba vinni a dolgot, oda tesszük a szöveget, ahova akarjuk, beírjuk, hogy Linux, áthúzzuk a UX-ot, hogy biztos, ami biztos, ahogy a szöveghez érsz, rögvest, előugrik ez a kis táblázat, legyen vastag is, meg hát legyen egy felső index, látható, megoldható. Nem azt mondom, hogy ennélkül nem lehet lenni, de szerintem a feliratozás kényelmes ezzel. A következő, mi ez a kis plusz jel? Természetesen kírja, hogy nagyító M betűvel lehet előkeresni. Mit is jelent ez? Na kapsz egy kört, a kör közepét oda viszed, ahol szeretnéd a nagyítást, a kört megfogva oda viszed, ahol szeretnéd, hogy a nagyítás megjelenjen, beállítod, és utána egyrészt tudod nagyítani a nagyító részt, és megfogod ezt a sárga kis pöcköt, illetve ezt a pöcköt, és a kör menetén mozgatod, nem föl le, mert az úgy nem fog rendesen működni, hanem a kör ment, ami alaphelyzet, hogy nem lehet nagyon kicsinyíteni, illetve egyáltalán nem lehet kicsinyíteni, nyilván nem lenne izgalmatos, de azért jó lenne a mínuszba is, illetve hát egy alá a nagyítás átmenjen. Amire érdemes nagyon odafigyelni, ha nagyítasz, a pixelek meg fognak jelenni, tehát észszelmóddal lehet ezt a funkciót használni, nincs itt élesítés meg egyéb, tehát nehogy már egy GIMP szintű vagy Photoshop szintű rajzolgatós eszköz szeretnénk, itt természetesen a pixeleket is felnagyítja, egy-kétszeresen, háromszorosan nagyítás nem feltűnő, és hogyha lehet azért elég részletgazdag, azaz nagy felbontású képet érdemes, hogyha nagyítgatsz, választani következő csepp. Hát az a csepp, ez a szokásos dolog, kitakarja azt, amit szeretnél. Nagyon kellemetlen a dolog az, bár nagyon szépen működik, hogy ennek a hatásfoka, erőssége nem állítható. Át tudod méretezni a képet, szokásos módon megadhatod a méretét, illetve hogyha be van kapcsolva a lakat, akkor az aránya megmarad, hogyha én azt mondom, hogy ez 200 pixel legyen, akkor ide kattintva ki fogja számolni, hogy mennyi, ha nincs bekapcsolva, akkor torzít pixelbe is meg lehet adni, illetve százalékban is meg lehet adni a méretezést. Adhatsz hozzá keretet, igazából nem érdekes, ki szoktam ezt kapcsolni, nem használom. Szín megadásáról és a betű megadásáról beszéltünk, a kép méretezéséről, kicsinyítéséről, nagyításáról beszéltünk, a Ctrl-1 megnyomásával ráilleszkedik a képernyő mezőre, kényelmes. Következő, export. Azaz nem az eredeti képre, még véletlenül se, és ez nekem nagyon tetszik, hogy nem enged az eredeti képre semmit menteni, hanem úgy exportálod ki, illetve hogyha szeretnéd, vissza tudod tenni, illetve át tudod tenni a vágólapra is, megnyomtatni is tudod. A következő megadja a gyors billentyűket, érdemes átnézni a gyors billentyűket, nem szoktam én ezt használni. Körülbelül ennyi. Összefoglalva, egy nagyon kényelmes kis kép feliratozó, jegyzetelő, dekorálós eszközt kaptunk, ami a többi közül kiemeli az a nagyítós rész, ami egy kicsit hátrányba szorítja a többivel szembe, a vonalvastagságot nem tudjuk állítani, 4 fajta vastagság és 3 fajta vonaltípusunk van, ezzel kell beírni. Elegendő egyébként, de azért jobb lenne egy kicsit jobban állítani. Illetve természetesen, amit említettem, a homályosító eszköznek a beállítása körülbelül 0, oda teszed, elhomályosítja azt, amit szeretnél, nem tudsz ezzel kapcsolatban semmit állítani, sajnos ez van. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!